Ott állt kint. Kívülről mászott fel ennek a tűzlétrának a tetejére az a férfi, aki a mélybe akarta vetni magát. Kívülről volt beakasztva a sarka, és hátrafele kapaszkodott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, a fiatalember már a tűzlépcső külső peremén állt, 25 méteres magasságban. Idegfeszítő, folyamatos koncentrációt igényelt. Igazából ugye természetes, hogy aki elsőnek a helyszínre ér, megpróbál mindent elkövetni azért, hogy megmentsen egy életet. A sötét mindenképp nehezítette a dolgot. A fiatalember plán végig kint állt, amiben a nagyobb veszélyt rejtett talán az, hogy ha elgyengül, váratlanul bármikor leeshetett volna, mert már nagyon régóta kint állt, és kb. 2 centin tudott állni a lábával, hátam mögött kapaszkodva. Meg elég ingattak a kollát is, úgyhogy kollégám, amikor megfogtuk, akkor tapasztaltuk, hogy rendesen beremegett velünk együtt. Az egyenruhások 40 percen át győzködték a férfit, hogy ne ugorjon le. Ez azonban nem vezetett eredményre. A megoldáshoz egy cigarettára volt szükségük. Feltételeztük, hogy dohányzik, és a beszélgetés során, amikor már tegeződtünk és a bizalmába fogadott minket, akkor én többször, mivel jó magam is dohányzom, megkérdeztem, hogy másszunk vissza már, és akkor elszívunk közösen egy cigarettát, és megbeszéljük a problémát. Illetve menet közben egyszer rá is gyújtottam, hogy esetleg hát, ha ettől megkívánja és visszamászik, és tulajdonképpen ez be is igazolódott. Miután semmivel sem tudták a járőrök jobb belátásra bírni az elkeseredett fiatalembert, kénytelenek voltak földre fektetni és ártalmatlanná tenni őt. Amikor átvette a kezével, gyorsan hirtelen le tudtam fogni a kezére. A váltásparancsnok észrevette, hogy a fiatalembernél cigaretta sodráshoz alkalmas dohány található, füstölnivalóval kínálta az elkeseredett férfit. Amikor a dobozért nyúlt, akkor fogták le őt a rendőrök. Amikor visszamászott és sikerült ráfúrnunk, földre vittük, ahol a hasonfekve hátra bincseltük, majd a többi kolléga is kijött és segített. A fiatalember szerelmi bánat miatt akart véget vetni életének. Szerelmi bánat volt párkapcsolata elmúlt jó pár évvel ezelőtt, és most úgy érezte, hogy már nincs értelme az életének. Miután a férfit levitték a rendőrök a 25 méteres magasságból, a mentők kórházba szállították. A kollégám fogalmazta ezt meg még akkor hajnalban, még viszonylag fiatal és 3,5 éve rendőr, hogy most érzi igazán, hogy miért érdemes ezt a szakmát választani és közterületen szolgálatot teljesíteni.